Újabb kedvező döntés született Úzvölgye ügyében. Bákó megye prefektusának ki kell adnia a haditemetőre vonatkozó iratokat. Így döntött tegnapi jogerős ítéletében a Marosvásárhelyi Táblabíróság. A pert indító Borboly Csaba szerint van esély a többi úzvölgyi per megnyerésére is. A Marosvásárhelyi Táblabíróság keddi ítéletében kötelezte a bákói főispánt valamennyi az úzvölgyi katonatemetőre vonatkozó hivatalában megtalálható irat kiadására. A pert Hargita megye tanácsának elnöke magánszemélyként indította, azt követően, hogy a Bákó megyei prefektus elutasította adatigénylési kérését. Borboly Csaba híradónk megkeresésére üdvözölte az ügyben hozott újabb döntést és hangsúlyozta, nem adják fel a Hargita megye keleti határaiért folytatott küzdelmet. És örvendünk, hogy ebben a küzdelemben egy újabb pozitív, végleges és visszavonhatatlan döntés született, vagyis Bákó megye ki kell adja a dokumentumokat, amelyeket nem akart kiadni mostanig, hisz mi azt feltételezzük, hogy a temetőnek a Dormánfalva általi bekebelezése törvénytelen volt, ezt be fogjuk bizonyítani, ahogy be fogjuk bizonyítani azt is, hogy az építkezés törvénytelen volt, be fogjuk bizonyítani pedig azt is, hogy a megyehatárt jogtalanul tolták arrébb. Ebben a küzdelemben ez most egy nagyon fontos ítélet. Hozzátette, eddig kedvezően alakultak az úzvölgyi peres ügyek. A Dormánfalva által indított pereket ugyanis a Hargita megyei fél kérésére a bíróság felfüggesztette, a székelyföldiek által indított perekben pedig eddig csak a felperesek számára kedvező határozatok születtek. A perek alapját az képezi, hogy Dormánfalva és Csíkszentmárton egyaránt sajátjának tekinti a temető területét. Az úzvölgyi katonatemető ügye azt követően került a figyelem középpontjába, hogy Dormánfalva polgármesteri hivatala tavaly áprilisban részben magyar katonák sírjain román parcellát hozott létre, valamint egy kelta keresztes emlékművet, illetve 50 betonkeresztet állítatott ismeretlen román katonáknak. Ez feszültségeket keltett a román-magyar viszonyban. Később, tavaly nyáron a Román Védelmi Minisztériumnak alárendelt Hősök Emléke Országos Hivatal elismerte, hogy nem az úzvölgyi temetőben nyugszik az a 149 román katona, akiknek a román parcellát létrehozták, és álláspontja szerint csak 11 román katona van eltemetve ott.